Hello mindenkinek, Zalex vagyok. Adogen Arsengedi rendelkezésemre bocsátotta a Krinkl Krusher című ilyen egyszerű ügyességi játékot. Ez egy indie fejlesztési játék, az Illusis Soft Interactive Graphics nevezető cég, indie cég fejlesztette. Brazil cég, 2008-ban alakult, tehát leginkább kézi konzolokra, mobilokra szoktak fejleszteni. Semmi extra igazából. Ez a játék valamiért kijött PC-re is. A játék lényege, amit most meg is mutatok, az annyi, hogy van egy varázslónk, és a varázspácia segítségével, varázslói segítségével nem szabad hagyni, hogy ezek a kis szörnyikék elérjenek a falhoz, és úgymond berobbantsák a falat. Mert itt van lent a jobb alsósorban úgymond a fal életereje. Különféle varázslat, egyelőre kétféle varázslatunk van, ez később bővülni fog, minden egyes körben. Van egyre durvábbak és durvábbak lesznek. Igen, ha végeztünk a játékkal, a játék utána pontoz. El kell érnünk a 3 csillagot, hogyha az megvan, akkor kapunk érte egy gyémántot. Ha a gyémánt egy kapuhoz kell igazából, hogyha... hogy azt ki tudjuk nyitni. Ha az is megvan, akkor úgymond megyünk tovább a következő világra. És igen, és ennyi volt maga ugye a pálya. És meg itt a pontozás. Elértem a 3-at. Nagyon szép volt, köszönöm szépen. Ó, még pluszpontot is kaptam, milyen kedves. És itt van a gyémánt, és ez behelyeződik a kapuba. És ha összegyűlik az összes, akkor kinyílik a kapu, és még a következő világba. A hiba nem a ti készülék. Ketekben van, nekem is feltűnt, hogy nincsen igazi szöveg a játékban. Tehát inkább ilyen kis kódszavak vannak, vagy nem is tudom, mihez hasonlítsam. Én is furcsáltam, hogy ez így van, nem is értem miért. Annyira kezdetleges is alap úgy néz ki ez a játék, hogy így jött ki, félkészen. Beállítások nagyon nincsenek a játékban, így a grafikai téren semmiképpen, így a hangot lehet esetleg lejjebb vinni. És igazából ennyi a játék. Ezt inkább kisgyerekeknek ajánlom 10 éves kor alatt, felnőtteknek kevésbé. Van egy hangulat egyébként, aranyos, egész vicces is, de hosszú ideig nem kötött le, szerintem személy szerint. A kisebbeket szerintem tovább le fogja kötni. Ennyit szerettem volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!